Májusban a Városalapítók napja keretében zárult le az a projekt, amelynek eredményeként létrejött Kiskörös legújabb, a maga nemében egyedülálló nevezetessége. A nyár már az utolsó simításokkal telt. Ez az informatikai szoftver, ugye, ami vezérli ezt az egész János Vitéz játékot, ez egy egyedi fejlesztésű szoftver, nem voltak vele korábban tapasztalatok, úgyhogy minden egyes gyerek betegsége, ami kijöhetett, az ki is jött a nyár folyamán, és hál' Istennek végre talán kijelenthetjük, hogy kinőtte ezeket a betegségeket, és a nagy közönség számára is meg tudta nyitni a kapuit az intézmény. A komplexum lehetővé teszi Petőfi Sándor művének interaktív keretek között történő felfedezését a látogatók, elsősorban diákok számára. Az országban ez a látványosság, ugye szoktuk mondani, hogy turisztikai attrakció, tényleg egyedülálló. Budapestről fogadtunk több csoportot, és a budapesti diákok körében is nagyon nagy népszerűségnek örvendett, annak ellenére, hogy számukra ez a tabletes, táblagépes tárlatvezetés, illetve a maga a digitális világ ugye egy kicsikét, hogy mondjam, jobban a hétköznapok részévé vált, mint mondjuk itt Kőrösön. Ők is ugyanúgy lenyűgözőnek találták. A kiállítási installációkat egy labirintusban helyezték el. Ez az út János Vitéz kalandjainak szimbolikus színtere. Mindig azt szokták kérdezni, hogy ez most tényleg az egész János Vitéz. Igen, mondom, tényleg, hát innen indulunk Patakparttól, egészen Tündérországig megyünk, nyilván ezért 20-25 perc az egész, és én nekem úgy jön le, hogy mire az egyik megtetszik, átmennek a következőbe, de hát az is ugyanolyan jó, de hát a következő az is ugyanolyan jó, és utána az egészet szokták értékelni, hogy fantasztikus. A modern technikának köszönhetően a látogatás komplex auditív és vizuális élménnyé válik. Így tartalmas időtöltést garantál nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is.